estét kívánok! Ma rendhagyó mérettel jelentkezünk. Vicma Mihály képviselő úr tegnap indította útjára Polgári Kávéház elnevezésű havonta jelentkező rendezvény sorozatát, amelynek vendége Gulyás Gergely, a miniszterelnökséget vezető miniszter volt. A következő percekben az országgyűlési képviselő beszédét láthatják és hallhatják, majd részesei lehetnek annak a mértnek, amelyet a helyszínen, a Piroska csárdában rögzítettünk a miniszter úrral. Kedves vendégek, engedjék meg, hogy nagyon nagy tisztelettel és szeretettel, bár ahogy így végignézek a széksorok között, nyugodtan mondhatom azt is, hogy barátsággal köszöntsem önöket ezen a mai estén itt Siófokon, a hagyományteremtő szándékkal útjára indított Polgári Kávéház című rendezvényünkön. Hogy mi is az a Polgári Kávéház, ez majd ki fog derülni néhány hónap múlva. A kollégáimmal azt találtuk ki, hogy minden hónapban egy ilyen alkalmat itt a Piroska csárdában Siófokon szentelünk a Polgári Kávéháznak, ahol kötetlen formában nyílik mód és lehetőség arra, hogy aktuál politikai, közéleti, belpolitikai, külpolitikai kérdéseket megvitassunk egymással, és terveink szerint erre mindig egy illusztris vendéget hívunk meg, minisztereket, államtitkárokat, vagy éppen ismert, elismert közéleti szereplőket egyaránt, és hát a mai estén abban a megtisztelő, kitüntető helyzetben lehetünk, hogy nem akárki, hanem a miniszterelnökséget vezető miniszter, Gulyás Gergely fogadta a meghívásunkat. Köszönöm, Gergő, hogy itt vagy velünk. Szeretnék természetesen köszönetet mondani önöknek, hiszen minden várakozásomat felülmúlja az, hogy több mint 300-an vagyunk ma itt, és még pótszékeket kellett behozni, hiszen így a nyár végén, itt a Balatonparton, eleve Somogy megyében, hogy miért is hívtuk életre ezt a Polgári Kávéházat. Az volt a célom, az volt a célunk vele, hogy ne csak közvetlenül a választások előtti néhány hétben tartsunk ilyen gyűléseket, összejöveteleket, hanem módunk és lehetőségünk legyen arra is, hogy választások közötti időszakban egy kicsit nyugodtabb körülmények között, nem annyira felfokozott állapotban, már amennyire az aktuál politikai, külpolitikai és belpolitikai történések ezt lehetővé teszik, szót váltsunk egymással, és azt hiszem, hogy a mai nap is arra kiválóan alkalmas, hogy egy picit visszatekintve a közelmúltat értékelhetjük, elemezhetjük, vizsgálhatjuk a jelenben lévő lehetőségeinket, és a közeljövő feladatairól is van módunk beszélgetni, melyek azok a kihívások, amelyek előttünk állnak, akár mondjuk fél év múlva, vagy egy év múlva. Hogyha közelmúltra vetjük a tekintetünket, akkor azt láthatjuk, hogy itt még a nyarat megelőzően, remélem nyáron mindenkinek sikerült egy pár napot, pár hetet legalább feltöltődéssel, kipihenéssel töltenie. Áprilisban egy választáson voltunk túl, egy olyan országgyűlési választáson voltunk túl, amely országosan nem mindennapi részvétellel, 70%-os részvétellel zajlott le, és harmadik alkalommal egymás utániságban kapott Orbán Viktor és a Fidesz-KDNP pártszövetség kétharmados többséget. Én itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy a jelenlévőknek köszönetet mondjak azért a munkáért, összefogásért és segítségért mindenkinek, aki bármivel hozzájárult a választási sikerhez, legyen az egy X a szavazófülkébe, egy Facebookos like, vagy éppen szórólapok terjesztése a választási kampányban, hiszen mi itt a siófoki székhelyű Somogy 4-es körzetben azt gondolom, hogy nem mindennapi eredményt értünk el, közösen és összefogva, és ezért rendkívül hálás vagyok mindenkinek, akinek ebben valamilyen része volt. 52%-os abszolút többséget szereztünk, ez jobb eredmény, mint amit 4 évvel ezelőtt 2014-ben értünk el, és különös öröm számomra, hogy olyan szavazókörökben, olyan településeken is nyerni tudtunk, ahol eddig korábban a fideszes jelölt még soha nem tudott nyerni ebben a körzetben. Említeném itt Kapásból a választókörzetünk déli részén lévő Taszár települést, ahol 2 szavazókörből 2 nyertünk meg, az úgynevezett falu részt és a lakótelepi részt is, és hogy egy nagy klasszikust idézek, nem kicsit, hanem nagyon. Ez azzal összevet, hogy 2014-ben csak 3. helyet értünk ott el, még a Jobbik is megelőzött bennünket, meg a szocialisták is, ez mindenféleképpen egy pozitívum. Óriási pozitívum, hogy 3-4-500 lelkes településeken 85-90-95%-os támogatottságot kaptunk 2018. április 8-án, és legalább ennyire nagy öröm számomra, hogy Siófokon, a több mint 25 ezeres Siófokon, ami a választókörzet székhelye, abban a városban, ahol 2014. októbere óta, az önkormányzati választások óta, hát aki polgári beállítottságú volt, vagy fideszes önkormányzati képviselő, vagy fideszes választóketi elnök, vagy országgyűlési képviselő volt, ő megtapasztalhatta, hogy
kaptunk hideget és meleget egyaránt. Ennek ellenére 2,5%-kal emeltük a támogatottságunkat Siófokon, ez több mint 1500 szavazattal több szavazatot jelentett nekünk ezen a választáson április 8-án, mint amit 4 évvel ezelőtt kaptunk. Tehát azt gondolom, hogy a magát függetlennek valló városvezetés nem biztos, hogy elérte a célját, illetve az ő szimpatizásai ezzel a folyamatos támadásokkal, amelyet felénk intéztek. És hát rendkívül boldog vagyok, mert abban a tekintetben is egyedülálló, azt gondolom, hogy Somogy megyében egyedülálló, és a térségben is kiemelkedő eredményt értünk el, hogy a Fidesz-KDNP listához képest, ha jól emlékszem, valamivel több mint 300-al többet szavazót kaptunk egyéniben. Ez azt jelenti, hogy olyanok is szavaztak ránk, akik egyébként pártlistán nem minket választottak. Én azt tudom csak mondani, hogy azt a munkát fogjuk folytatni, vagy fogom folytatni személy szerint, amit eddig elkezdtünk. A legjobb tudásom szerint és lelkiismeretesen, hogy ez a térség és ez a város fejlődni tudjon. És hát volt egy olyan ellenfelünk, amire bizonyára sokan emlékeznek. Egy Budapestről érkező celeb ügyvéd, akinek Somogyország volt a legfontosabb, dr. Magyar György személyében több mint 12 ezer szavazattal sikerült eltávolítani őt magunktól. És hát a őszintességről és a választókhoz való viszonyhoz sokat elárul az, hogy a választások másnapján az ATV-ben este már úgy fogalmazott, hogy a somogyiaknak kimosták az agyát. Mi meg még mindig itt vagyunk, ő meg közben visszament Budapestre. Hát ennyit a múltról, ezt csak azért mondtam el, hogy nehogy a nyár homályába, a feledésbe merüljön, hiszen ezekből az eredményekből, ezekből a sikerekből tudunk, és azt gondolom kell erőt merítenünk az előttünk álló feladatokra, hiszen azt gondolom, hogy lesz bőven. Izgalmas év volt a 18-as, és izgalmas év lesz a 2019-es is, hiszen tavasszal egy európai parlamenti választásra, ősszel pedig egy önkormányzati helyhatósági választásra kerül majd sor. Mivel nagyon szűk körben vagyunk egymás között, ezért talán megengedhetem magamnak azt a luxust, hogy az európai parlamenti választásokon úgy szoktunk fogalmazni, hogy kötelezően még kell csinálni ezt a kampányt, és lehetőség szerint arra kell törekedni, mert azt tölt el bennünket, polgári érzelmű embereket, boldogsága, hogyha minél több mandátumot meg tudunk szerezni. Na most 19 tavaszán ez teljesen máshogy lesz. Nem csak simán győzni kell, hanem nagyon kell győzni, ugyanis az európai parlamenti választás nem csak egy büszkeség, nem csak egy komfortérzetet javító választási futam vagy választási mérkőzés lesz számunkra, hanem valóban egy olyan választás, egy sorsfordító pillanat lesz, ami a jövőnkről, Európa jövőjéről, a kontinens jövőjéről és ezen belül Magyarország jövőjéről is szólni fog. Én azt gondolom, hogy erről a miniszter úr fog beszélni. Nagyon röviden mindannyian tudjuk, Merkel-Macron tengely, tehát bevándorláspárti tengely, vagy a bevándorlást ellenző szövetség, visegrádi négyek, Magyarország is ugye ide tartozik, illetve Olaszország, és még sorolhatnám azokat a támogatókat, akik ehhez a szövetséghez bejelentkeztek az idő folyamán. Egyetlen egy miniszterelnök van, aki mindig ugyanazt mondta a migrációval kapcsolatban, őt úgy hívják, hogy Orbán Viktor. Ma is ugyanazt az álláspontot képviseli, és jó azt látni, hogy egyre több támogatónk van, még akkor is, amikor csalással elfogadott sargentini jelentésekkel próbálnak meg minket békjóba kötni és bosszút állni a magyar emberek akaratán. Az EP választást követően pedig lesz egy önkormányzati választás, jövő év őszén lesz. Nagyon fontos ezt tudni, hogy nagyon sokan kérdezték tőlem a nyáron, hogy össze lesz-e vonva a kettő, vagy nem. Úgy áll a helyzet, nézek miniszter úr, hogy egyáltalán nem lesz összevonva, tehát ősszel lesz az önkormányzati választás, ez pedig helyi szinten fontos nekünk. Itt a választókörzetben 4 évvel ezelőtt önkormányzati szinten 2014 őszén gyakorlatilag ahol fideszes vagy fidesz támogatottságú polgármestert indítottunk, a kis településeken azt hiszem egy kivételével mindenhol nyerni tudtunk. A városainkból 5 városunk van, ebben 4-ben nyertünk, tehát 80%-os volt az eredményünk, viszont van egy feladatunk, amit szeretnék, nagyon szívből szeretnék kijavítani, ez pedig Siófokra vonatkozik. Ugyanis volt a választási kampányban 2018 áprilisában több megjelenése is a függetlennek mondott siófoki városvezetőnek baloldali és jobboldali fórumokon is. Ő úgy fogalmazott, hogy bárkire tessenek szavazni, csak ne a Fideszre és ne a Viczmannra. Én majd eljön az a pillanat, amikor ugyanezt a mondatot fogom elmondani, csak a Viczmann helyett egy más nevet fogok ide behelyettesíteni. És azt gondolom, hogy ez nem büszkeségi kérdés, hanem Siófok sokkal többre érdemes annál, hogy napi politizálás harcává és tárgyává alacsonyítsuk. Az elmúlt években sokszor megkaptuk, hogy Siófok nem fejlődött, Siófoknak nem partnere, nem szövetségese Magyarország kormánya. Mégis, hogyha összerakjuk azokat a fejlesztéseket,
összegszerűen összeadjuk, amelyek megvalósultak, akkor azt láthatjuk, hogy Siófokra az elmúlt 4-5 esztendőben 51,5 milliárd forintnál is több forrás érkezett. Ezek közül nagy része már megvalósult, jó néhány részük pedig előkészítés alatt áll. Ilyenek a Dél-Balatoni vasút, a kórház modernizáció, a főutak felújítása, a szennyvíztisztító telep, oktatási sportberuházások, és még sorolhatnánk. Az már egy érdekes kérdés, és ezt majd az önkormányzati kampányban kell megvitatnunk, hogy ebből mennyi fejlesztés volt, amit az önkormányzat egy fejlesztési stratégia mentén kitalált és megvalósított, és mennyi az, amit az állam hozott ide Siófokra. És akkor majd egy érdekes arányt fogunk látni. És hát végezetül az eredményekről a választókörzetben, ha már fejlesztések, az elmúlt néhány esztendőben több mint 150 milliárd forint fejlesztési támogatás került odaítélésre, ebbe benne vannak a pályázati támogatások, állami segítségnyújtások és az önkormányzataink önerős fejlesztése is. Én azt gondolom, hogy ez mindenféleképpen egy olyan összeg, amely ezek nagy része már megvalósult, illetve folyamatban van, olyan összeg, ami egy történelmi léptékű pillanat. Ennyi forrás ilyen rövid idő alatt ebbe a térségben még soha nem érkezett, ezt bátran merem állítani. Ahogy bevezetőmbe ígértem, most következik az a személyes hangvételű beszélgetés, amelyet Hafner Adrien kolléganőm készített Gulyás Gergely miniszter úrral a Polgári Kávéház első rendezvényén. Nagyon szépen köszönöm, hogy válaszol a kérdéseinkre. Én egy kicsit inkább dr. Gulyás Gergelyre lennék kíváncsi, kevésbé a miniszterre, mint az emberre. Hogy így mondjam, jó néhány hónap eltelt, amióta miniszterként funkcionál a kormányban. Hogy érzi magát? Köszönöm szépen a meghívást és a lehetőséget. Mondhatnám, hogy a meghívást még jobban köszönöm, mint a kérdést, mert nem szoktuk meg, hogy személyes kérdésekről beszéljünk. Köszönöm, egyébként jól érzem magam, tehát koromhoz képest jól tartom magam. Mennyiben változott az élete, erre gondolnék, éppen fiatalkora miatt is? Miután én az előző ciklusban parlamenti alelnök voltam, ami egyet jelentett a legnagyobb bizottság, parlamenti bizottság elnöki tisztségének a betöltésével, ez ugye a parlamentnek a törvényalkotási bizottsága, az utolsó egy évben pedig frakcióvezető, ezért különösen a frakcióvezetőséghez képest, ráadásul az egy választási kampányra esett, azt kell, hogy mondjam, hogy nem nagyon változott az életem, tehát annak az intenzitása az nem vagy alig tér el egy miniszteri munka intenzitásától. Nem az életkora miatt kérdezem, hanem a pályafutása miatt, amit a Fideszben befutott. 2009-10 környékén találkoztunk ifjúsági tagozat tagjaként, Lopper Dániel barátunk mellett dolgozott, és utána 2010-ben listáról bekerült a parlamentbe, és évről évre szinte mondhatjuk, hogy lépett egyet előre. Fidesz alelnök, frakcióvezető, alkotmány előkészítő bizottság. Hogyan sikerült ezt? Ilyen jó adottságokkal rendelkezik? A helyzet az az, hogy az én Fidesz iránti vagy jobboldal iránti elkötelezettségem az egészen kisgyermekkoromtól kezdve adott volt, még akkor is, amikor az MDF-et jelentette a 90-es évek elején, és amikor én tényleg kisgyerek voltam. Tehát ebben semmilyen változás nem volt. Miután érdekelt a közélet, ezért, és pont a említett ifjúsági tagozatot barátaim kezdték el csinálni, ezért ott segítettem, de ezt formális tisztség nélkül tettem, és én akkor 2008-tól ügyvédként dolgoztam. És nekem egyébként nem is volt olyan, a terveim között legalábbis nem szerepelt az, hogy én hivatásszerűen foglalkozzam politikával. De a helyzet úgy hozta, hogy Balogh Zoltán miniszter urat korábbról még református egyházi vonalról ismertem, és Szájer Józseffel pedig a Szabadságkörben 2006 után nagyon sok közös akciónk, munkánk volt. És először ő gondolta azt 2009-ben az európai parlamenti választáson valamilyen megmagyarázhatatlan oknál fogva, hogy a Fidesz listájára nem befutó, de egy viszonylag indokolatlanul elegáns helyre tesz, vagy indítana, vagy jelölne. Amikor egyébként én mást ajánlottam magam helyett, de végül is ragaszkodott ehhez, én pedig miután megnyugodtam abban, hogy ez biztos nem befutó hely, ezért abban maradtunk, hogy így vállalható.
emlékszem, hogy mondtam neki, hogy ha már majd semmilyen illúzióm nem marad, akkor szívesen megyek Brüsszelbe, és azóta, ami történik, az ezt a fajta pessimizmusomat, vagy ha úgy tetszik, várakozásomat visszaigazolta. 2010-ben meg szintén ők voltak, tehát Szájer József és Balogh Zoltán, akik azt jelezték, hogy ha úgy alakul, és hát várható volt, hogy nagyon, nagyon meg fogja nyerni a Fidesz-KDNP pártszövetség a választásokat, akkor az országgyűlési képviselőségre is lenne lehetőség. És miután ez akkoriban még összefért a ügyvédkedéssel, tehát 2014-ig mi változtattunk ezen, egyébként szerintem helyesen, ezért igazából nem volt kérdés, hogy örömmel vállom, aztán pedig alakult, ahogy alakult. De egyébként az jellemző, hogy mondjuk már gyerekkorában érdeklődött a politika és a közélet iránt, ez valami fajta családi motiváció? Hát nyilván mindenkinek az a közeg a normális, amiben felnő. Nálam ez teljesen normális volt, tehát az én családomban soha senki nem volt a kommunista állampártnak tagja. Nagyapám szovjet hadifogságban volt a II. Világháború után. A diktatúra időszakában is viszonylag a szabadságot nyújtó ügyvédként dolgozott a nagyapám is, és édesapám is, és emellett még református lelkészek voltak a családban, és a világ legtermészetesebb dolga volt, hogy otthon közéleti kérdésekről beszéltünk, ezért nekem rendszerváltozáskori élményeim is vannak, sőt, 6 évesen voltam Nagy Duna tüntetésen. És voltam Nagy Erdély tüntetésen is. És milyen emlékeket tudna velünk megosztani? Nem volt az olyan rég. Vettünk nektek Yamahát, védjétek meg a Dunát például. Az akkoriban ugye a rendőrök új Yamahát kaptak, és a Duna tüntetésnek ez volt a szlogenje. Az Erdély tüntetés szlogenje az még jobb volt, mert az nem állunk meg félúton, Ceausescu pusztuljon. És ilyen szempontból ez be is következett viszonylag hamar. Tehát akkor az ember még azt gondolta, hogy a politika alapvetően igazságos, hogyha egy nagy magyar tüntetést követően egy évvel ez be is következik, és falurombolás helyett Ceausescut ítélik halálra. Úgyhogy nekem ilyen pozitív élményeim vannak a rendszerváltozás időszakából. Még akkor is, hogyha nyilván 8-9 évesen minden részletét ennek nem láttam át, de nagyon tudatosan emlékszem számtalan részletére annak az időszaknak. Azt mondta, hogy az ifjúsági tagozat segítőjeként sem gondolkodott még abban, hogy politikus lesz. Mi volt az, ami aztán mégiscsak erre a pályára sarkalta, vagy juttatta? Az, hogy 2010-ben, amikor ezt az előbb említett Balogh Zoltán és Szári József felajánlotta, akkor igazából nem kellett választani. Tehát akkor én úgy gondoltam, hogy miután ez nyilván egy nagyon megtisztelő és jó eséllyel egyedülálló lehetőség, és még azzal sem jár, hogy az ügyvédi munkát nekem be kellene fejeznem, vagy legalábbis akkor ezt így gondoltam, aztán elég hamar, gyakorlatilag egy év alatt kiderült, hogy a kettő együtt nem gyakorolható. De akkor még választanom sem kellett, és így nyilvánvaló volt, ez egy olyan megtisztelő ajánlat, ami nem szabad visszautasítani. Többször azonban visszautasított államtitkári felkérést például, éppen Balogh Zoltánnak, aki úgy érzem a mentora is tanál. Igen, de éppen ezért, és miután a viszony mai napig is baráti, ezért nem lett volna szerencsés, hogyha ebben a formában kell az Emberi Erőforrások Minisztériumában együtt dolgozni. Balogh Zoltán volt az, ha már itt tartunk, aki azt mondta önről, hogy nem csak egyszerűen egy trendi fiatalember, hanem sokkal több. Mondjuk kevésbé a trendi, ami önről eszembe jut, de mire gondolhatott ön szerint? Nyilván sose voltam trendi, és a saját korosztályomat se értettem soha nem, hogy a nálam fiatalabbakat. De jó baráti kapcsolat van, és ő nyilván közöttünk, és ez a mai napig is kifejezetten aktív, és messze túlmutat a politikán. Nyilván ebből szűrte le ezt a téves vagy helyes következtetést. És hogy talán református nótákat énekeltek egyszer egy borozáson. Volt ilyen? Elég sokszor előfordul. Azzal, hogy ezek református énekek. Zsoltárok vagy énekek. Miniszter úr, az, hogy sokan a Fideszben azt mondják önről, és ez abszolút pozitív, hogy az angyalarcú Kövér László, ez jelenti-e azt, hogy a házelnök úr is a mentorai közé tartozik, mert akkor ön egy gazdag ember, vagy azt a fajta elvi politizálást, amit elnök úr képvisel, amióta ismerjük? Ez azt jelenti, hogy valóban én 2014-ben azért is gondoltam úgy, hogy ha a legjobb, ha az országgyűlésben maradhatok, és annak ellenére, hogy
rögtön nem volt teljesen egyértelmű, hogy mit fogok csinálni, de azért az elég hamar világossá vált, hogy akkor valahol a házelnök úr közelében fogok dolgozni, és nekem ez egy vonzó és megtisztelő lehetőség volt, és ugyan én őt nem ismertem korábbról, de mai napig megtisztelő a vele való jó viszony, és kifejezetten sokra becsülöm, nem csupán politikailag, hanem valóban emberileg is. Az a fajta elvi politizálás, amit elnök úr képvisel, az önnek is akár arcpolitika is lehetne? Szerintem minden pártban van olyan ember, aki, vagy vannak olyan emberek, akik az ideológiáért felelnek. Ez a bolsevik típusú pártokban is volt ilyen, de ott ez mindig erőltetett volt. A demokratikus pártokban általában ez a mindennapi gyakorlat mentén alakul ki, és Kövér László valóban az, aki a leginkább elvszerű álláspontokra szokott emlékeztetni, vagy azoknak a szükségességére szokott emlékeztetni a vitákban, akár párton belül, akár a nyilvánosság előtt. Ha meg kellene nevezni egyetlen embert, akit politikai szempontból példaképének tekint, ki lenne az? Hát egyetlen embert nem tudnék megnevezni, sokakat meg tudnék nevezni, itthonról és külföldről is, de talán nem a példakép a jó szó, hanem olyanokat, akiknek a politikai életútját nagyon sokra tartom. Tehát egyrészt a második világháború utáni Európa újjáépítésének az alakítói mind kiváló emberek voltak. Nem csupán kiváló politikusok, de kiváló emberek is voltak. Mondjuk Adenauernek a Németországért végzett szolgálata és Európáért végzett szolgálata vitán felül áll. És Magyarországon is, mondjuk a rendszerváltozást követően én Antal Józsefnek a haza iránt érzett felelősségét, azt példamutatónak tartom. Hogyan látja a jövő évi európai parlamenti választást? Átrendeződik-e Európa, vagy kisebbségbe kerülünk? Pillanatnyilag kisebbségben vagyunk. Tehát a kérdés az, hogy kisebbségben maradunk-e, és szerintem az a jó hír, hogy ekkora kisebbségben nem maradunk, mint amekkorában ma vagyunk. Tehát az európai parlamenti választások eredményeként létrejövő parlament és európai bizottság az jó eséllyel sokkal kedvezőbb lesz Magyarország számára, mint ami jelenlegi. Hogy ez milyen mértékű lesz a változás, azt valóban a választópolgárok fogják eldönteni, de az biztos, hogy olyan erősen balliberális irányultságú európai parlament, és olyan a feladatára, hát a legcsekélyebb mértékben sem alkalmasnak tűnő bizottság, mint amilyen most már 4 éve regnál, az aligha fog még egyszer egyidejűleg kialakulni. Ez egy egyedülálló teljesítmény volt negatív értelemben. Miniszter úr, mit szóltak a szülei 2010-ben, amikor ön direkt politikai pályára lépett? Azt mondja, örömmel vették tudomásul. Tehát bele nem szóltak, de miután ez édesapám esetén 1990-ben fölmerült, hiszen ő MDF alapító volt, és gyakorlatilag azok az ügyvéd kollégák, Balsa István, Kónya Imre, Salamon László, akiket jó hosszú ideje ügyvédként, ügyvéd kollégaként ismert, mint politikai pályára léptek, ő ezt nem tette meg. Ilyen szempontból még valószínűleg jó érzés is volt, de teljesen meghagyták nekem a szabad döntés lehetőségét. Mai napig támogatják? Van olyan, hogy hazamegy és az édesapjától kér például tanácsot? Nincsenek ellenem, de... Nem, tehát valójában az egyetlen kritika az nyilván az elfoglaltság mértéke, de természetesen a mai napig támogatnak. Nem vagyok tanácskérő típus általánosságban, vagy csak nagyon szélsőséges esetekben, vagy az élet más területén, de a politikában ez viszonylag ritka. És hogy megszidják, Gergő most nem beszéltél jól, szépen? Hát voltak már, nyilván mindenkinek vannak az életében gyengébb fellépései közéletben is, de ilyen szempontból a szülői mérce az olyan nagy vonalú, hogy annyira gyenge még nem volt, hogy az nekik se feleljen meg. Végül, de nem utolsó sorban, fiatalon lett miniszter, mi a cél innentől, mi a kitűzött cél, hova vezetett ez az út?
őszintén mondom, nincsenek ilyen értelemben kitűzött céljaim, és eddig se voltak. Tehát én sokszor elmondtam, hogy mi nem szeretnék lenni, de ezt azért fejeztem be, mert utána mindig az lettem. Tehát őszintén mondom, hogy bizonyos szempontból nagyon nagyra becsülöm, és figyelem is a magyar közéletben azokat az embereket, akik valamilyen okból a politikában fontos feladatot töltöttek be, de valamilyen okból fiatalon, vagy viszonylag fiatalon, mondjuk középkorukra kellett, hogy abba hagyják a közéleti tevékenységet. Nagyjából a választók döntése miatt kellett felhagyniuk ezzel. És van olyan, aki ez nagyon megvisel, és van, aki ilyen nélkül is képes teljes életet élni. Én azzal kecsegtetem magam, hogy a politika nélkül is tudnék teljes életet élni. De amíg itt van feladatom, és úgy érzem, hogy van feladatom, addig állok rendelkezésre, hogyha a választópolgárok közvetetten vagy közvetlenül úgy gondolják. Jól érzi magát a 12. kerületben? Önt választották, vagy ön választott? Pokorni Zoltán keresett meg azzal, hogy induljak ott egyéni választókerületben, mert az egyéni választókerület indulás az azért tegyünk hozzá egy plusz feladat, hiszen nem csupán a kampány, amit aki egyéni választó kerületben átélt képviselőjelöltként el tudja mondani, hogy milyen elfoglaltságokkal jár, hanem az is, hogy akkor valóban annak a választókerületnek a gondjai, bajai, vagy akár a jó ügyek, fejlesztési kérdések, azok igenis a képviselői feladatok közé tartoznak, akkor is, hogyha az embernek egyébként az országos politikában is vannak feladatai. De ennek ellenére is, akiket ott megismertem, és ezáltal mondjuk egy újabb politikai közösségnek lettem a részese, ennek szerintem több a pozitíva, mint ezzel együtt járó és valóban jelentős energiákat igénylő plusz munkának a negatívuma. Van arra ideje, hogy találkozzon az ott élőkkel? Tartok fogadóórákat. Nyilván, ha nem lennék miniszter, többet tartanék, de utoljára most pénteken volt például fogadóórám, és munkatársaim is vannak, akik kifejezetten a választókerületi kapcsolattartásért felelnek, és kifejezetten arra ügyelnek, hogy az ott folyó fejlesztések azok normális mederben zajlanak, és többnyire határidőre valósuljanak is meg. Köszönöm szépen! Kedves nézőink, önök a Somogy Televízió Miért című műsorát látták. Köszönöm, hogy ma is megtiszteltek minket figyelmükkel. Viszontlátásra!